Magyar tehetségnek sorozsa. Csak a lejjel! 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 Csak a lejjel!
akarom csinálni nektek is. Ajjaj. Biztos bajnokkal játszottunk, bár tavaly mi voltunk a bajnokok, de az idén a Lelle lesz a bajnok. Egyetlen egy meccsen se veszítettek még eddig, úgyhogy nagyszerű sorozatban vannak. Nekünk a játékos keretünk tavalyhoz képest nagyon 10 játékossal lecsökkent, de akik ma pályán voltak, tették a dolgukat, a fiatal kapusunk 11-est védett. Én úgy gondolom, hogy bár sok pontatlanság volt a játékunkban, de mivel lőttünk 3 gólt, ők meg csak egyet, ezért megérdemeltük a győzelmet, ugyanis a felnőtt bajnokságban mindig az eredmény számít. És azt ma mi hoztuk. Jövő héten hová megy a csapat és mit vár? Jövő héten a balatoni Vasashoz megyünk, a műfüves pályára Siófokra, és ott is győzelmet várok, és én minden csapat ellen ebben a bajnokságban győzelmet várok, hiszen én voltam ennek a csapatnak az edzője tavaly is, amikor a tavalyi tavaszi szezonban mind a 15 meccsünket megnyertük, úgyhogy szeretnénk egy hasonló tavaszt produkálni. Változatosnak, idényelei formának, és a mérkőzés forduló pontjaiból sajnos nem jól jöttünk ki. Az igaz, hogy a komplett védelmünkből, a 4 védőből 3 hiányzott, de akkor se szabad ilyen gólokat kapni. És a támadó játékunk pedig eléggé meddő volt. Kihagytunk egy büntetőt is, tehát ezzel nehéz mit kezdeni. Jövő héten hová megy a csapat? Balatonföldváron fogunk játszani. Bízom abban, hogy újra a győztes útra lépünk. A klub
gazdaságilag stabil, és a humán erőforrást is úgy fejlesztjük, hogyha esetlegesen abban a helyzetbe kerülünk, hogy osztályt tudjon váltani a klub, akkor az utánpótlás csapatok létszáma, mennyisége meglegyen ahhoz, hogy el tudjuk vállalni a magasabb osztályt is, tehát készülünk előre az esetleges feladatokra. Ha ez idén sikerül, akkor idén, ha csak a következő bajnokság végén tudunk megint oda annak a küszöbére eljutni, hogy osztályt tudjunk váltani, akkor a következő bajnokság végén is készen kell, hogy álljunk. Mindenképpen szeretnénk a dobogón végezni a bajnokság végén. Jelen pillanatban, illetve hát, hogy a forduló előtt a Balaton lele 14 ponttal vezetett előttünk, ez elég sok. Nagyon nehéz behozni, természetesen nem adjuk fel, de főleg a mai győzelem után, de ez azért tetemes előny, ha ezt nem is tudjuk, de mindenképpen szeretnénk legalább másodikak lenni akkor, hogyha ha őket nem is tudjuk megelőzni.